A hazai és a külföldi turisták körében is népszerű a nyíregyházi állatpark, a sóstúgyógyfürdői látványosság tavaly 480 ezer vendéget fogadott. Az idei szezonban tovább nőhet a látogatószám, hiszen a most megkötött megállapodásnak köszönhetően a József András Múzeumot és a Kálai házat felkereső vendégek a múzeumi belépőjegyeik felmutatásával 10% kedvezményt kapnak az állatparkos jegyváltáskor. Ez az ajánlat mindkét irányban érvényes, a kedvezmény mint a múzeumban vagy az állatparkban történő jegyváltástól számítva 5 napig lehet igénybe venni. Az állatpark vezetője szerint a 2016-os év az állatpark fennállásának második legjobb éve volt. Ma pillanatnyilag Magyarország leglátogatottabb vidéki közgyűjteményéről beszélünk. Sehol nincs ennyi látogató a vidéki Magyarországon, úgyhogy hogyha hosszú távon ennyi vendégünk lesz, mi már azzal is meg vagyunk elégedve. Az pedig, hogy Nyíregyháza kulturális intézményeivel ilyen-olyan-amolyan együttműködést alakítunk ki, az szinte természetes, hiszen nagyon fontos, hogy a város értékeit együtt propagáljuk, és csaljunk innen minél több turistát. A sóstói múzeumfalu évente körülbelül 60 ezer, a József András Múzeum pedig csaknem 10 ezer látogatót fogad évente. Az intézmény vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, szeretnék a látogatószámot növelni, ehhez pedig fontos az állatparkkal megkötött megállapodás. Egyelőre próbaidőként ez év végéig kötjük meg ezt a szerződést, és hát hogy a számok is árulkodnak, tehát a leendő fejleményről, tehát ahogy az állatparkban 500 ezer ember látogat el, és a József András Múzeumban ennek a töredéke, tehát azért mondom, hogy csak mi nyerhetünk ezzel, mi bízunk abban, hogy nagyon sok látogató, aki az állatparkot meglátogatja, és bemutatja itt a jegyet, az 10% engedményt kap a múzeum belépőjéből, de ez fordítva is igaz, hogy aki eljön a múzeumot megnézni és kulturálódik, egy kulturális szórakozást szeretne, akkor pedig utána egy szabadabb szórakozással az állatparkban ugyanúgy 10%-os engedményt kap. A sajtótájékoztatón bejelentették a sóstói múzeumfalu május 1-jei programjait is. Az idei majálison a május faállítással kapcsolatos népszokásokat elevenítik fel Nyíregyháza sóstógyógyfürdőn.